2013. októberétől Kuti Dénes szovátai festőművész kiválasztásával kezdődően nem 77, hanem csak 73 tárlatot szerveztünk külhoni magyar képzőművészeknek, hogy ezáltal is hirdessük, a magyar kultúra nem függ politikai határoktól, hanem egy és osztatlan. Különösen fontos hangsúlyozni ezt most, egy héttel a magyar kultúra napja előtt, szem előtt tartva ugyanakkor az ukrán oktatási törvény hírhet, mi más, hetes cikkei. Kiállító művészünk szülőfaluja, Tisza Péter falva, egyébként sem ismeretlen számomra, számunkra. Hiszen az NSK-i az elmúlt években több helyi rendezvényben is szerepet vállalt, mint például a Kárpátaljai Református Egyházkerület családi csendes napja, Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet találkozói, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesület gyereknapja, vagy a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségének kiállítása. Elindultam hosszú útra egyedül, minden felül borul, az ég nem derül. Én felültem a világ vadlóvára, de zabolát nem tettem a szájára. Olyan helyen született, ahol igazából a szocializmus alatt egy ilyen mintafalut alakítottak, méghozzá a magyarságnak a megtartásával, ami bizonyos körülményekhez kötődő. De ugyanakkor a mai napig megvan még mindig az az infrastruktúra, amiben beletartoznak a szakmai iskolák. Tehát legyen ez rajziskola, legyen ez énekóra, legyen ez tánc, néptánc. Tehát sok olyan dolog, ami több faluban egyszerűen tönkre. Péterfala majdnem az egyedül olyan falu, az nagy falu, meg kulturális centrum is volt, amit meg is tudott tartani, ugye mert múzeumoktól kezdve mindenhol, meg van is, és rajta viseli, a Gábor rajta viseli magának ezt a kezdőinduló pontot. Nincs nagyobb boldogság, nincs nagyobb öröm egy művész életében, hogy ha azokat az alkotásokat, amit a műterem magányában készít, azokat bemutathatja az érdeklődők számára. Különösen egy ilyen csodálatos helyen, mint Budapest szívében, ebben a fantasztikus galériában teheti ezt meg. Ez egy meg nem érdemelt ajándék a számunkra. Hiszen 17 éves koromban, amikor egy keresztény ifjúsági táborban szembesültem az én bűneimmel, elkezdtem átértékelni az életet. Elkezdtem másképpen látni a dolgokat. Megtanultam azt, hogy minden kegyelem és minden ajándék. Mint ahogy ajándék ez a mai nap is a számomra. Ajándék az élet. Ajándék minden perc, minden óra, minden nap. Madárka, madárka.